www.sportmenu.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net. Interjú Nagy Ádámmal. Ádám, a sajtótájékoztatót, amit kaptatok egy szép elismerést az NB.hu-tól, ez úgy, mint év utánpótlás játékos korját labdarúgójaként. Ezt is beszéljünk erről, ez számodra milyen visszajelzést a játékos társak között? Számomra most nem is a játékos társak között, kicsit, hogy egyénileg, hogy dolgozom föl. Én ennek azért örülök nagyon, mert végül is tehát nem laikusok, tehát nem a sarki zöldségárus mondta, és most nem lehet degradálva őt, hanem szakmán belüli ehhez, illetve ehhez értő, ezzel foglalkozó szakértők szavazták meg, tehát ezért is egy nagyon jó visszajelzés, és miatt vagyok különösen boldog. Számodra milyen az eredeti poszt, ahol te otthon érzed magad? Jobb hátként kicsit szerepeltél már, mindenkező középpályásként, támadó középpályásként. Szóval hogy érzed magad otthon? Én a jobb hátvédet azt kicsit hagynám, örülök, hogy azt azzal a pozícióval is elboldogulok, és tudom játszani, és persze bármikor szívesen játszom, de én a középpályán érzem nagyon jól magam. Kicsit, hát illetve nem kicsit, ami most az elsődleges célom fejleszteni az előrefelé játékot, amivel, hogyha támadó középpályás játszom, jobban rá vagyok kényszerítve, mint ha védekező középpályás játszanék. Nagyon még nem tudok, nagyon szeretek, nekem az a legfontosabb, hogy rajtam keresztül menjen, nem is az, hogy rácsavarodva a labdára, de rajtam keresztül menjen akár egy gyors passzal, egy passzal, egy két érintővel át a támadás, és szeretnék ott lenni mindenhol segíteni a csapatnak. Persze ez még átmegy egy kicsit túl sokba, hogy már túl sokat vállalok, de így még egyelőre nem tudnám azt mondani, hogy most akkor csak egy hatos pozícióba védekező középpályás, vagy esetleg támadó középpályás. Tomás említette nekem a múlt héten, mert beszéltünk rólad, meg kérdeztem tőle, hogy mit gondol rólad, és mondta, hogy a Ferencváros egyik legértékesebb játékosának tart téged. Te ezt hogyan látod, ezt hogy érzed visszafele, tehát hogy ő hogy kezel téged, hogy te érzed ezt a megbecsülést? Ez nagyon fontos, főleg egy, most nem szeretem ezt a szót, de főleg, hogy fiatal játékosnak még talán beleférek ebbe a fiatal kategóriába. Fontos, hogy érzem azt, hogy tényleg megbecsülnek, és most is itt volt a előző 2-3 hét, 1-3-4 meccs. Igenis van olyan, nekem most nem ment úgy a játék, most talán, hogy kifelé lábadozok a gödörből, de ugyanúgy bárkihez oda jöttek, segítettek, látták, hogy nem úgy van, és ez nagyon fontos az edzői stáb részéről, hogy érzem ezt a megbecsülést, és az, hogy segíteni szeretnének. Ugye mondtad, hogy neked sokat kell fejlődni a támadó középpályásként, ugye itt van Gera Zoli, Hajnal Tamás, akár a klubban belül Lipcsei Péter, akár Tomás Dúl is, mondhatjuk ide. Ők hogyan tudnak ebben segíteni neked, hogy ezt a készséget fejleszted? Így van, szerencsés vagyok, hiszen nem kell messzire menni tanulni. Hát először is a Lipcsei Peti bától, illetve Tomás Zoltól is szóban tudok bármikor segítséget kérni, és a Peti is, Peti bá is rengeteget szokott velem beszélgetni, hogy pont ezt az előrefele játékot, hogy merre, mikor. És játékon belül pedig edzéseken nap mint nap láthatom ezt a Zolitól, a Hajnal Tomitól, tehát ilyen szempontból szerencsés vagyok. És ezt hogy látod, hogy gyorsaságban nem kell fejlenni, hiszen megvan a kondíció, de viszont az erőletolt játékban, akár lövő passz, akár a bátor lövésekre, mert volt egy ilyen példa is, hogy lőni kellett volna, és lepasszoltam. Teljesen jól fogalmaztál. Ezek mellé, tehát a kulcspasszok, a nyugodtan többet bátrabban vállalni. A fejjáték, amit valahogy még egyelőre nem érzem magam biztonságban, amit le kell vetkőzni. Zolival már viccesen beszélgettünk is róla, hogy holnap kint marad velem gyakorolni, mert katasztrófa, de szerintem sokkal rosszabb lenne, ha elbújnék ez elől, és azt mondanám, hogy nem, de hogy is nincs mit ezen fejleszteni. Igenis van, és ezt a elkövetkezendő évek vagy hónapok során igyekszem majd kiküszöbölni. Szerintem akkor te egy későn érő
később érő típus vagy? Tehát, hogy később fejlődsz ki, vagy élelennek be a dolgok? Nálad vagy ez változó? Szerintem ez változó. Tehát most ez egy a játékon belüli egy nagyon egy specifikus esetet beszéltünk, hogy ez az, ami még kéne fejlődni, de, és szerintem bármelyik játékos, hogyha megnézzük, mindenkinek vannak olyan, a játékban olyan területek, ahol fejlődnie kell. Szerintem, de emiatt én nem fogalmaznék úgy, hogy késő érő típus vagyok, de végülis meghozottan is etőnök, tehát végülis kifejezhetjük így is. Beszéljünk a következő két mérkőzésről, a Puskás ellen, meg a Debrecen elleni Magyar Kupa mérkőzésről. Ezt is kezdünk a Puskás Akadémia lenni, volt egy tapasztalatok a hazai mérkőzésre kapcsolatosan. Így visszagondolva, miben kell nektek változni, tehát hogy jobb legyen a játék? Az előrejátékunk a Puskás Akadémia ellen egyszerűen impotensnek voltunk a kapura. Ezen kell változtatni, nem elég, hogyha labdát tartunk, kell egy ritmusváltás, amiből aztán a kapura veszélyesek lehetünk. Szerintem ezt már a hétvégén megláthatják a nézőközönség, illetve a szurkolók. És a Debrecen ellen mit vársz, hogy a kupa mérkőzésre? Hát természetesen más nem mondhatok, mint hogy továbbjutást, ezért fogunk harcolni. Azért nagyjából ismerjük a Debrecennek, hiszen játszottunk ellenük egy edzőmérkőzést, tehát az akkori jó igazolásokkal is tisztában vagyunk, hogy velük együtt milyen játékerőt képvisel a Debrecen. Biztosan nem lesz egy könnyű mérkőzés, tehát nehéz mérkőzésre számítok, de én bízom a továbbjutásban. Még egy fontos kérdés számodra, hogy mennyire érzed a szurkolóknak a szeretetet, az aggódását, hiszen látják, hogy milyen szépen feljött a teljesítmény után, egy kicsit visszaestő, és féltenek óvnak téged, hogy nehogy visszaesél, egy gödörbe esél, ezt mennyire érzed ezt visszajelzésként? Annyira nyilván, hogyha az ember olvasná a kommenteket, csak annak van egy veszélye, és ezért inkább nem csinálom, akkor biztos már az első meccs után kaptam volna hideget, meleget, illetve építő jellegű kritikát, de tehát ami már fogalmaztam neked, hogy ezért jó, hogy csapaton belül is, hogyha már beszélgettünk róla, volt 4-5 ilyen mérkőzés, már Csaba ellen kicsit úgy éreztem, hogy kifelé jövök a gödörből, és egyszerűen sokkal jobb ezt erről beszélni és feldolgozni, és tovább lépni, mint besöpörni a szőnyeg alá, és úgy megpróbálni nem tudomást venni róla, és hogy na majd egyszer csak kijövök belőle. Még 20 éves vagyok, egy nagyon jó fél év van mögöttem. Nem azt mondom, mert szerintem ez butaság, hogy inkább volt, aki ezt is mondta, hogy várható volt, hogy lesz egy pár mérkőzés, amikor kicsit hanyatlik a teljesítményem. Én nem szeretnék emögé bújni, de én nem gondolom, hogy most temetni kéne engem. Köszönöm szépen! www.sportmenu.net Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net